Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió csütörtöki híradója. Fontosabb híreinket már is mutatjuk egy-egy mondattal. 9 év embertelen körülmények között egy gulag túlélő volt a balatonfenyvesi konferencia vendége. Orvos szemmel. Folytatódott az orvosklub, a természetgyógyászat és a klinikai orvoslás álláspontjairól beszéltek a szakemberek. Sikerek, eredmények, közgyűlést tartottak a kanizsai kajakosok. Most pedig a részletek, illetve további híreink. Nem felejtünk, emlékezünk címmel rendezte konferenciát a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából Balatonfenyves Imre Majorban. Azért ezt a helyszínt választották a szervezők, mert a majorságtól néhány száz méterre volt a 40-es, 50-es években a 401-es munkatábor. Ennek az emlékét őrzi a Majorka Alapítvány, melynek épületében emlékszoba tiszteleg az áldozatok előtt, a tervekben pedig emlékszobor és állandó kiállítás is szerepel. A szervezők a konferenciával is szeretnék felhívni a kutatók, civil szervezetek figyelmét arra, hogy derítsék fel az oroszországi gulag és a magyar munkatáborok történetének eddig ismeretlen területeit. A konferencia díszvendége a szibériai és kaukázusi gulagot megjárt Hartmann Józsefné volt, akit 14 éves korában 25 évre ítéltek, ebből 9 évet le is töltött embertelen körülmények között. Hát most már túltettem rajta magam, de azért, ha így ilyen ünnepélyek vannak és fölkérnek, hát akkor visszaemlékezni és megint elmondani, fölkavarja az embert, szóval beleélem magam, mintha ott lennék, mert ugyanazokat a dolgokat mondom, amit megéltem. És annyira felkavaró, hogy utána kicsit nehéz. Gyógygombász, fitoterapeuta és borász is tartott előadást a mai orvosklubban. A Kanizsai Dorottya Kórház programsorozatának célja, hogy közelítse a természetgyógyászat és a klinikai orvoslás álláspontjait. Az orvosklub vendégei gyógytárt kóstolnak. A különböző típusok jótékony hatásairól szintén szó esett a csütörtöki rendezvényen. Eddig az előző két összejövetelünkön gyakorlatilag csak a kórház orvosai munkatársai, meg házi orvosok jelentek meg. Most először a mai alkalommal meghívtunk betegeket is. Betegeket, hát idézőjelben betegeket, mert minnyáján betegek vagyunk, így vagy úgy vagy amúgy, tehát minnyáján érdekeltek vagyunk ebben a témában. A klub szervezői a jövőbeni programokra is várják az érdeklődőket. Magyarországon akár 1 000 milliárd forint értékben költenek az emberek valamilyen alternatív gyógyászati módszerre. Ez hatalmas pénz, ez közel annyi, mint amennyit az egészségügyi ellátásra fordít az állam. Hatásosak-e ezek a kezelések? Orvos szemmel nekem ez a legfontosabb, és felelős intézményvezetőként is ez, hiszen egy csomó betegünk a mi terápiánk mellett felkeres természetgyógyász kollégákat, természetgyógyász végzettségű embereket, és hát az ő általunk javasolt módszerek is szerepet kapnak a betegek terápiájában. Az orvosklub célja, hogy kötetlen formában cserélhessenek eszmét és tapasztalatot a gyógyászatban érintett szakemberek, elősegítve ezzel az egyes szakterületek közti együttműködést. 90 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg a példás kanizsai Halis István. Az 1855 és 1927 között élt várospolitikus helytörténész számos nagykanizsai eseményt, történetet örökített meg írásaiban. Az évforduló alkalmából névadója előtt tisztelegve a Városi Könyvtár 2017-re emlékévet hirdetett. A közelmúltban ennek részeként avatták fel Halis mellszobrát, a jövőben pedig több program is kapcsolódik majd a gólyalábazáshoz, amelynek hagyományáról szintén Halis jóvoltából tudunk. Már csak 2,5 hetük maradt a 500 000 forintos törzstőkéjű KFT-knek, hogy a tőkét az előírt 3 000 000 forintra emeljék. A szabályozásnak hitelező védelmi célja van. Amely KFT nem emel tőkét, azt először felszólítják, majd ha ezután sem tesz eleget az előírásnak, akár meg is szüntethetik a vállalkozást. A törzstőke emelésre március 15-ig van lehetősége a KFT-knek. A megyébe körülbelül 10 000 cég van, ennek a kb. 70%-a KFT, és ezek közül, tehát a mintegy 7 000 KFT közül jelenleg még
olyan 1000 körüli az, amelyik nem rendelkezik a 3 millió forintos törzstőkével. Hangsúlyoznám azt, hogy azoknak a KFT-knek, akik valamilyen megszüntetési eljárás alatt állnak, a végelszámolás vagy a felszámolás tartalma alatt nem kell tőkét emelni. Azonban, hogyha ezek a cégek fennmaradnak, tehát megszűnik ez az eljárás velük kapcsolatban, akkor kezdődik ez a kötelezettségük, akkor nekik is meg kell emelni a tőkét. Nem ő keresi a jó szerepeket, hanem azok találnak rá, de csak mióta elhatároztam, minden áron színész lesz. Kovács S. József, a Piarista iskola egykori diákja tegnap este az intézmény kollégistáinak beszélt pályaválasztásról, hivatástudatról, buktatókról és sikerekről. Én ott hagytam az iskolapadot, fogtam az egyetlen galambunkat, és berukkoltam katonának. Részlet a Szürke senkikből. Az első világháborús filmet tavaly mutatták be a tévében, a kanizsai kötődésű Kovács S. József élete első film és főszerepét játszotta, és olyan színművészekkel dolgozott együtt, mint Trél Zsolt vagy Molnár Levente. A filmet a Piarista diákok is látták. Nem ilyen tipikus, ilyen amerikai film, hogy oda mentünk, széjjelvertünk mindenkit, meg ez mégis magyar történelemmel foglalkozott, és nem azzal, amit kapunk mindenhonnét. Nagyon érdekes volt a forgatás maga. A Kaposvári Egyetem művészeti karán tanuló fiatalember középiskolás éveit a Piarista iskolában töltötte. Az érettségi után eltelt évekről, pályaválasztásról és két új film szerepéről is mesélt a mostani kollégistáknak. Nagyon jó volt 5 év után visszajönni ide. Tényleg, mert annyira hiányzott már ez a város, meg ez a közeg. És tényleg hívtak amúgy az előző években is, de nem tudtam elmenni ilyen-olyan munkák miatt. Viszont most így el tudtam szabadulni, és ennek nagyon örülök. Másrészt meg ezért is akartam eljönni, hogy a mostani diáksereknek tudjak valami támpontot nyújtani, amit összeszedtem tapasztalatot az 5 év alatt. József szerint olyan pályát kell választani, amire az ember hivatásként tud tekinteni, ha valaki elkötelezett, bármit elérhet a szakmájában. Szeretnénk, hogyha a jelenlegi diákjaink, kollégistáink látnák azt, hogy azok a diákok, akik nálunk reérettségiztek, feladatot és hivatást vállaltak, és ők ráléptek egy olyan pályára, ami az ő élethivatásuk, életpályájuk lesz, és reméljük, hogy ezt itt alapozták meg azzal, hogy nálunk érettségiztek. Szeretnénk őket példaként állítani a diákjaink elé, illetve hát szeretnénk egy a tanulási motivációt is beindítani náluk. Kovács S. József a Kollégiumi Esték című programsorozat keretében beszélgetett a tanulókkal, akik az idei évadban más piarista öregdiákokkal is találkozhattak, így Madarász Szilveszter rezidens orvossal és Kocsis Anita régésszel. Több mint 10 sas repkedett a környéken, megvannak a sas szinkron eredményei. Az úgynevezett országos sasszinkron a Magyarországon telelő ragadozó madarak éves számlálása. Ilyenkor nem csak az itt költő madarakat, hanem az északról telelni érkező madarakat is összeszámolják. A sasok és a nagytestű ragadozó madarak egyidejű összeírásában önkéntesek is segítettek a Magyar Madártani Egyesület és a Nemzeti Parkok munkatársainak. Zalában egyébként a réti sas a legnagyobb testű ragadozó madár. Zala megyében 41 sast láttunk. Itt ebben a térségben, tehát a Kanizsa környékén lévő miklósvai halastavak, illetve a Mura térségében több mint 10-et. A Kis-Balatonon ott több mint 20-at, tehát itt Zala megyében az a, tehát ilyenkor télen vizes élőhelyek környékén, ahol zsákmányállat van, neki oda koncentrálódnak. Sárközi és kalocsai táncokkal készül a Funk Fesztiválra a Pántlika tánccsoport. Az idén 15 éves néptánccsoport új tagok jelentkezését várja. Nem volt megállás a tegnapi próbán. Vizeli Dezső 2 éve vezeti az idén jubiláló csoportot. Most lesz a Funk Fesztivál hétvégén szombaton, és arra készülünk 2 vagy 3 tánccal. Sárközi, kalocsai, ezeket a táncokat fogjuk előadni. Az együttest 15 évvel ezelőtt egykori táncosok alapították. Ma már csak 3-an táncolnak az alapítók közül, köztük Fest Attiláné és férje.
Örömmel mondom, hogy szintén most három taggal bővülünk. Az a problémánk, hogy fiú kevés van, de megoldjuk úgy, hogy lánytáncokat csinálunk, és akkor mindenki tud táncolni. Hát nagyon szeretnénk, hogyha csatlakoznának hozzánk többen. A Pántlika tánccsoportot szombaton a Funk Fesztivál színpadán is láthatják az érdeklődők. Csatlakozni akár ott is lehet hozzájuk. Eredményes és sikeres évet tudhatnak maguk mögött a nagykanizsai kajakosok. A fiatal sportolók ugyanis az országos ranglista 32. helyére léptek előre, és összesen 189 pontot gyűjtöttek, hangzott el tegnap este a Kanizsa Kajakkenu Klub közgyűlésén. Az eseményre meghívták az egyik szakgimnázium és a Pannon Egyetem vezetőjét is, akik a szülőknek a továbbtanulás lehetőségéről tartottak előadást. Sári Nándor, a klubelnöke híradónknak elmondta, pénzügyileg stabilak, és az idén várhatóan több olyan fejlesztést is megvalósítanak, ami a fiatalokat segítheti. Ez egy közel 40 millió forintos beruházás lesz, amely elképzelhető, hogy ebben van egy villamos rendszerfejlesztése, mert abban gyengén állunk, illetve egy mikrobusz, illetve egy 20-25 főre való szállásbiztosítás, ahol a pihenésüket a gyerekeknek meg tudjuk oldani, mert gyakorlatilag eszközökben meg jó állunk, egyébként eszközre is lesz körülbelül még egy 3 millió forint beszerzési lehetőségünk. Most nézzük fontosabb híreinket ismét röviden. 9 év embertelen körülmények között egy gulag túlélő volt a Balatonfenyvesi konferencia vendége. Orvos szemmel folytatódott az Orvosklub, a természetgyógyászat és a klinikai orvoslás álláspontjairól beszéltek a szakemberek. Sikerek, eredmények, közgyűlést tartottak a kanizsai kajakosok. A Kanizsa TV csütörtöki híradóját látták. Köszönöm figyelmüket. Híradó holnap este is 6 órakor. Viszontlátásra!